Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Újra itt vagyunk egy vlog videóban, ugyanis megyek nem sokára a könyvfesztiválra, ami egyébként a könyvhét. Állandóan összekeverem a kettőt. Állandóan, de a könyvfesztivál az van ősszel. Szóval, megyek a könyvhétre, és becsatlakozik hozzám a nővérem is. Úgy volt, hogy Ancsi is jön, de sajnos mégse tudott becsatlakozni hozzánk, úgyhogy csak ketten megyünk a nővéremmel. Úgyhogy csapni fogunk egy ilyen testvéres, könyvezős napot Pesten. Nagyon-nagyon izgatott vagyok egyébként, mert az elmúlt egy-két évben én nem voltam ilyen könyves fesztiválon, úgyhogy jó lesz így visszacsöppenni újra a könyvek közé. Haza egy 5-10 percet körülbelül, és megmutatom és kicsit elmesélném, hogy milyennek éltem meg most így a könyvhetet itt 2024-ben. Először is nagyon nem készültem fel jól, ugyanis napszórást kaptam, és már hazafele a vonaton nagyon rosszul voltam, fejfájás, hányinger, konkrétan amikor a vonat megállt a megállóban, akkor is úgy éreztem, mintha menne, és ahogy kinéztem az ablakon, akkor olyan volt, mintha a táj így finoman mozogna. Úgyhogy velem mindig történik valami ilyesmi. Hiába azért árnyékba is mentem, hiába azért hidratáltam úgy, ahogy, bár itt azért ezért itt még vannak gondok, de annyira nem voltam felkészülve, úgyhogy legközelebb, hogyha megyek, és ennyire jó idő van, akkor tényleg sokkal jobban fel kell készülnem. Na de szombati nap van, ugye most jelenleg. Nem tudom, hogy a videónak az elején mondtam el, de most így hétvégén látogattam ki. És rengetegen voltak. Rengeteg ember. Mindig ilyenkor a hirtelen olyan váratlanul ér, pedig tudom, hogy rengeteg ember van ilyenkor kint. Ráadásul az sem segít, hogy így, hogy Vörösmarty tér, meg a Vígadó tér környékén vagyunk, rengeteg a turista, úgyhogy még ők is így becsatlakoznak így pluszba így a tömeghez. Úgyhogy tényleg nagyon sokan voltak szerintem a jó idő miatt, ráadásul még többen látogattak ki. Úgyhogy mikor felértem, találkoztam a nővéremmel, és körülnéztünk a kis kiadós standok mellett, és tök jó könyvek voltak, tök jó akciók voltak, mindenféle dedikálások voltak. Én mondjuk nem terveztem semmiféle dedikálásra így elmenni. Nagyon kevés magyar szerzőt is olvasok ráadásul, úgyhogy ilyen téren úgymond nekem nem volt olyan része így a szombati programsorozatnak, amit úgy megnéztem volna, de azért így is Edmonddal is összefutottam, úgyhogy tök jó volt, nővérem is nagyon élvezte, és nagyon hangos a tücsök, hogyha ezt halljátok, mennyit van az ablak, de becsukom álltok. Szóval a nővérem ugye, ahogy már említettem másik videóimban, ő nem egy ilyen könyvolvasós lány, tehát ő szereti azt, ha nagyon szépen néz ki egy könyv, tehát neki nagyon-nagyon tetszik, meg szívesen olvasna, tehát hogy tetszene neki az, hogyha úgy lehetne a könyvet olvasni, mint tehát olyan gyorsan, mint mondjuk filmet nézni, akkor neki is tetszene, meg mondom a Girl Goddess Queen-t, azt ő elkezdte olvasni, úgyhogy már ugye a 70. oldalánál tart a könyvnek, ami ahhoz képest nagyon durva, hogy szerintem 10 éve egy könyvhöz sem nyúlt úgy, hogy akkor most elkezdje olvasni. Szóval ő is látott magának egyébként könyveket, amik tetszettek nekik, hogy úristen, milyen szép könyvek vannak, hát nem is gondolta volna,
akár az élfestéses könyveknél nézelődött így, meg én is csak ámultam össze-vissza, hogy milyen szép könyvek vannak, meg milyen olyan könyvek vannak egyébként, amiről én így mondjuk nem is tudtam, úgyhogy érdemes lesz utána néznem majd így, és lehet, hogy a kívánságlistámra is egy-kettő felrepül majd. Na de azt is mondanám, hogy nagyon büszke vagyok magamra, ugyanis én úgy mentem ki most így a könyvhétre, hogy nem terveztem nagyon vásárolni, mert konkrétan egy bookhaul videó fog kimenni majd ezután a videó után, úgyhogy az elmúlt, azt hiszem, egy vagy két hónapnak a beszerzéseivel fogok jelentkezni majd a következő videómmal, úgyhogy már ott is láthatjátok majd, hogy mennyi könyvet vásároltam ezzel a kis rövid idő alatt. Úgyhogy nem terveztem sok könyvet venni, mert tényleg a kívánság listámról már pipálódtak így könyvek, amik miatt nagyon izgatott voltam, és nagyon örültem nekik, úgyhogy most úgy kicsit olyan nyugiba mentem ki, hogy ha esetleg látok valami olyat, ami megtetszik, akkor azt esetleg megveszem, vagy ha nagyon jó akciót találok, mert azokat mindig nézem. És így én egy könyvet vásároltam, ami nem volt más, mint Abby Jimenez-től a Pórász két végén című kötet, amit potom 1000 forintért szereztem be az Álom Gyár kiadónak a kis standjánál, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen Abby Jimenez nekem egy olyan románc szerző, ugye romantikus könyveket író, akire érdemes szerintem odafigyelni. Egy könyvét olvastam, a Van helyen a világodban, ami nekem nagyon tetszett, 5 csillag, úgyhogy mindenképpen szeretnék így az ő köteteik közül még többet olvasni, és amikor megláttam, hogy 1000 forintért ott van, tudtam, hogy jön velem haza. Tehát ez 100%-ig borítékolható volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen kis olcsont meg tudtam ezt így vásárolni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó vásár volt, és eljutottunk az Agave Magnolia Anassa kiadós részhez, ahova többször is egyébként visszamentünk, és megnézegettem, most már a hangom is elmegy, szóval itt megnézegettem a kis könyveket, az akciós könyveket, ott is 1000 forintért lehetett vásárolni olyan könyveket, amik mondjuk esetleg szépséghibásak, vagy már mondjuk kifutóba vannak, vagy nem folytatták esetleg a sorozatot, és én ott kerestem is egyébként Jeff Vandermeernek a Délvégek sorozatának a második és harmadik részét, de ott nem találtam, pedig az első ott volt, és ugye megtaláltam volna a második, harmadik részt, akkor biztos vagyok benne, hogy megvásároltam volna. De nézelődtem ott, és úgy voltam vele, hogy jó, lehet, hogy veszek egy-két könyvet, mert azért úgy felkeltette egy-kettő az érdeklődésemet, megfogtam egy Philip K. Dick könyvet, azt hiszem nem a kamera által homályosan, de valami hasonló címe van, ilyen kékborítós, ez az új agavés sci-fi kötet. És így megfogtam azt, illetve a minden eltűnt lány, ilyen sötét borító, thriller, nem teszem be a szerzőnek a neve, talán valami Michel, és ilyen körhintaszerűség van a borítónak az elején, ilyen sötét kötet. És mondom, jó, oké, beálltam a sorba ezzel a két kis kötettel, de iszonyat hosszú volt a sor a tűző napon, és így nézegettem a könyveket, hogy biztos, hogy én ezt a két könyvet meg akarom vásárolni, úgyhogy nem is volt a kívánságlistámon, mert eléggé ilyen strikten nézem a kívánságlistámat, hogy arra tényleg azok a könyvek kerülnek, amiket szeretnék megvásárolni, és ha nem azon van, akkor is elcsábulhatok meg ilyenek, de azért nem akarok olyan könyveket vásárolni, amikben nem vagyok biztos, hogy esetleg elolvasnám, vagy nekem való. Bár azért Philip K. Dickkel szeretnék majd kísérletezni így a jövőben. És így nézegettem ott a sorban, és így úgy voltam vele, hogy nem visszateszem ezt a két könyvet, és nem fogok venni még. Úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy nem hoztam haza, mert így utólag belegondolva nem is biztos, hogy elolvastam volna ezeket a könyveket. Úgyhogy ez tényleg szerintem ilyenkor látszik, hogy az ember mennyire átgondolja a könyvvásárlást, legalábbis az én esetemben, mert én most már úgy vásárolok tényleg könyveket, hogy biztos, hogy el fogom olvasni, mert ha igen, akkor jöhet, ha nem, akkor nem fogom megvásárolni, és feleslegesen ott legyen a polcomon, és akkor majd mehet egy unhaul videóba. Tehát nem ez a célom. Úgyhogy így maradtam ennél az egy darab könyvecskénél, de ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ez egy jó vásár volt, de tényleg az, hogy mennyien vannak kint, és hogy mennyire meleg volt, az valami nagyon brutál volt, és nem csoda, hogy napszúrást kaptam, pedig tényleg próbáltunk odafigyelni és árnyékba menni. Úgyhogy én itt hazafele a vonaton azt hittem, hogy nem tudom, soha nem fogok hazaérni, és tényleg, fú. Úgyhogy kicsit alábecsültem így a dolgaimat, így magam által, de azért jól éreztem magamat, tök jó volt így kecsingapolni a nővéremmel, sajnáltam azért, hogy az Ancsi nem tudott jönni, de így legalább kettő is tudtunk tölteni egy kis időt közösen, ha már úgy olyan túlságosan gyakran tudunk találkozni. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis könyv, mindig fesztivált akarok mondani, amikor ez könyv hét. Mindig keverem a kettőt. Szóval
Nagyon jó kis könyvhét volt, tényleg szerintem legközelebb majd a könyvfesztiválra, ami majd össze lesz, szerintem oda is ki fogok látogatni, és lehet, hogy kicsit már felkészültebb leszek ilyen időjárás téren. Ti voltatok-e esetleg könyv héten? Szerintem nem tudok ezzel mit csinálni. Szóval ti voltatok-e, kilátogattatok, vagy esetleg más városban kilátogattatok könyvhétre, írjátok meg kommentbe, kíváncsi vagyok rájuk, illetve hogy vissza tudtátok-e magatokat fogni vásárlásügyileg, vagy úgy voltatok vele, hogy dur bele, miért ne vegyük meg azokat a könyveket. Kíváncsi vagyok rájuk, írjátok meg kommentbe, tényleg, beszélgessünk. Megtaláltok mindenféle social media felületen, Instagramon, majon, Goodreadsen, Facebookon, TikTokon, Just a Bookie szólnéven, és találkozunk majd a következő videómban is. Sziasztok!